A Dombovári Darts Egyesületnél nincs megállás. A heti gyakorlások mellett legutóbb versenyzők sora ragadott nyilat a győzelem reményében. 43 nevezővel indult el a mai nyári darts openünk. Az open az annyit akar, hogy ez egy nyílt verseny, tehát bárki nevezhet, aki amatőrök is vannak, és olyanok is, akik versenyengedéllyel rendelkeznek. Egyre több nő versenyez, például idén ifjúsági női Európa-bajnok lett két lány tőlünk Magyarországról. Szerintem egyre népszerűbb és egyre inkább elfogadottabb ez a sport. Nálunk kisváros, kevés ember, aki dárcozik, a hölgyek még annyira nem kezdtek el érdeklődni ez iránt, a sport iránt. A versenyzők örömmel áldozzák be a hétvégét egy-egy megmérettetés kedvéért. Ez látszott a Dombovári Egyesület termében is, ahol a versenyzők száma miatt egy kis bővítésre is szükség volt. 8 csoport, 8 tábla, 501 pontról indulnak a játékosok dupla kiszállóval a végén. Minden csoportból 3 fő jut tovább, 32-es főtáblánk lesz. Az első helyezettek a csoportonként ki lesznek emelve, tehát ők egyből a legjobb 16-ba jutnak, és így lesz majd egy ágrajz a csoportok után, és végén lesz egy győztes. Nagyon sok türelem kell hozzá, nagyon sok gyakorlás, órákat kell a tábla előtt állni, de ez még mindig csak a 30%-a a tudásnak, mert a maradék 70% az fejben dől el, mennyire vagyunk türelmesek magunkkal szemben, mennyit szeretnénk elérni. Két fő van, akik új emberek itt a köreinkbe, egyébként járnak mindig a versenyénkre pécsiek és a kaposváriak. A Pécsről érkezett versenyző 3-4 éve találkozott először ezzel a sporttal, ami az első pillanattól kezdve magával ragadta. Láttam a tévében meccset, ezt megtetszett, és akkor otthon is elkezdtem dobálni. Édesapám vett még régebben táblát, és akkor azon elkezdtem dobálni. Először vagyok, abszolút, én Pécsről jöttem, de tetszik, jól össze van rakva. Most alapvetően az volt az első kitűzés, hogy nyerek egy meccset, ez most megtörtént, a következő az, hogy mondjuk tovább jussak a csoportból. Aztán egyelőre hobbi szinten megy, mert hát azért itt nagyon keményen kell játszani, az, hogy bármit is tudjon csinálni az ember. Hát ilyen hobbi, ilyen nyílt versenyeken voltam, egyszer, hogy van, kétszer tovább jutottam csoportból, aztán hát ott elkaszálltak, de ilyen kis amatőr szinten azért jó, tetszik. A részvételt oklevéllel honorálták a szervezők, a legjobbak pedig kupával térhettek haza. A pécsi Kádár Krisztián 3. helyen, Gyeraj Attila, a helyi egyesület elnöke a 2. helyen zárt, míg Tóth László lett a Dombovári nyári darts open verseny legjobbja.